Jaulában a csaknem 300 meghívott között az egyházi személyek mellett szakértők és házaspárok is részt vesznek a családról szóló egyházi tanácskozáson. Ferenc pápa a hétfő délelőtti megnyitón a szolidaritásra, a bátorságra és az őszinteségre szólította fel a résztvevőket. Emlékeztette őket, a szinódusnak nem az a célja, hogy alkut vagy kompromisszumot kössön, hanem az, hogy ítélkezés helyett az egyház és a családok javát keresse. A szinódus témáit Erdő Péter bíboros ismertette. Hangsúlyozta az éghajlati változások, a társadalmi egyenlőtlenségek, az erőszak, a háborúk milliókat kényszerítenek hazájuk elhagyására, akár családjaikkal együtt. A bíboros kitért arra, hogy a fiatalok egyre később szánják el magukat a házasságkötésre, és egyre gyakrabban válnak el. A házasság nem egy kivetett rabiga, hanem az egyik legnagyobb ajándék, amit a párok kaphatnak. Habár az irgalmat és könyörületet elnyerik az elvált és egy másik kapcsolatban élő emberek, azonban az oltári szentségtől elesnek, mivel a házasság szentsége isteni akarat folytán felbonthatatlan, mondta olasz nyelvű beszédében Erdő Péter. A témák között szerepel például az elvált és újraházasodott hívők, az élettársi kapcsolatok, vagy éppen az azonos nemű párok lelkipásztori kísérése. A tanácskozás záró dokumentumát október 22-én mutatják be, és október 24-én szavaznak róla. Majdnem 3,5 milliárd emberre, vagyis a Föld